Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép délutánon! Képzeld el, kint szépen süt a nap. Nem esik az eső, oda néz, látod? Azt mondom, nem esik az eső, ugyanis ma délutánra képzeld el elsőt mondod, de nincsenek első felhők, egyáltalán nincsen semmiféle fajta felhő. Ja, elég meleg van. Nem értem haza a munkával, hogy csak megállítottam, lezonyoztam. Ja. Úgyhogy most elmegyünk, nem másról, mint a benzinkútra, nem á, benzinkútra, ugyanis kell tankolni, majdnem megint elfogyott a benzin hazafelé munkával, jövünk mi múlkor. Utána meg nem tudom, hova megyünk, lehet, hogy kell nézzem megint a rövidnadrágot, mindig nem vettem magamnak rövidnadrágot, és azt fogjuk ma elmenni megnézni, aztán még nem tudom, meg karácsonyi ajándékokat fogunk nézni a Lucasnek, a Davisnek, úgyhogy hozom a szemüvegemet, ami itt a fejemben csak nem akar, legyen Davis, itt, látod? Úgyhogy, na, rosszul áll a fejemen. Na, nem baj. Úgyhogy, eligazítom mindjárt a szemegemet, aztán elindulunk, rendben van? És nézzünk valami ajándékot. Aztán megmondjuk majd a Mikulásnak, hogy mit akarsz karácsonyra, rendben van? Mit akarsz karácsonyra? Ja, olyat akarsz karácsonyra? Biciklit? Jó, rendben van. Biciklit akarsz karácsonyra? Oké. Okay. Na, úgyhogy, biciklit akar karácsonyra Davis. Múltkor elárulta nekem, ugyanis bementünk a boltba, és egyben ráugrott a biciklire. Csak az volt a baj, egy kicsit nagyobb volt neki a bicikli, mint az ő mérete. Úgyhogy nézzünk neki ilyen kisebb biciklit, amire ő is rá tud ülni. Rendben van? Lucas, szervus. Mi a helyzet? Megvan mindenünk. Na, oda néz. Ott jön az eső felé. Még a végén megint igazuk lesz, hogy esni fog az eső. Látod? Te! Na várj, megjött a lift. Gyorsan, elérjük még a liftet. Na, majd én megnyomom. Ó, fúj a szél, te! Látod? Új, nyuszi. Na nézd, elkészült ez a darú, látod? Ma reggel felállították, kötjön le az emberke középen. Csak nehogy megint égeső legyen, nyuszi, te! Na nézd, itt az autó. Ja, közel meg tudtam válni hazafelé. Mit? Oda belünk gyorsan az autóba. Elmegyünk, megtankoljuk. Aztán megyünk tovább, rendben van? Nyissuk a hátulját is, nyissuk. Ide jön a babakocsi, amivel valószínűleg nem fog a Davis megint beleülni, most ha nem szeret babakocsiba utazni. Hoppá, nem megy vele, na de belemegy. Nem megy vele, de belemegy. Na, belement a babakocsi. Lucas táska, megy be oda hátulra. Ja. Nem ide, oda hátulra az ülésre. Megvan minden? Megvan. Akkor... Ott a benzinkút, látod? Lehet, hogy nem látod ott a sarokban. Szeretek erre a benzinkútra járni, nem tudom, hogy miért, de szeretem ezt a benzinkútat. Aztán, Lucas, mikor kapod meg a bizonyítványt? Kérdeztél, hogy mikor lesz bizonyítvány? Jövő héten. Jövő héten mi? Csütörtökön mész utoljára, nem? Vagy pénteken? Nem. Mikor? Jövő hét, a hét. Akkor pénteken lesz utolsó nap az iskolában, gondolom, akkor kapsz bizonyítványt is, nem? Ja. Ja, na. Akkor gyorsan bekanyarodunk. És tankolunk. Azt hittem elfoglalja a helyet ez a Volkswagen, de nem. Látod, ez az én benzinkutam, meg az én kedvenc helyem. Na, én sem most gyorsan kiszállok. Nyitjuk a tanksapkát. Na, soltam. Ja. Na rendben, megvan mindenünk, megvan a recept. És megyünk. És megyünk bele a nagy esővel, legalábbis úgy néz ki, hogy esni fog az eső. Jön valaki mögöttünk. Úgyhogy. Közben megérkeztünk. Az eső, én nem tudom, hogy erre jön, vagy arra megy, mert onnét most meg... Várj, én autó, nem én autó. Onnét látod? Tiszta, elnézek balra, mert most nem tudok onnét megint az eső. Az ember meg mit csinál, nekem jön majdnem. Nekem van egy olyan érzésem, hogy nem lesz hely itten. Lucas, mit gondolsz? Én nem tudom. Hát talán egy, kettő, három. De lesz helyünk, nézd, ott is van hely. Nincsenek olyan sokan. Azt hiszem sokan lesznek, nincsenek olyan túl sokan. Hová álljunk? Ide álljunk, oda álljunk, beálljunk, ide állunk. Mit szólsz hozzá? Látod? Ez pedig a kedvenc helyem. Ez egyik. Úgyhogy megvagy? Davis is megvan. Úgyhogy visszük magunkat. Mehetünk. Táska, vedd ki a táskát, Lucas.
Na azt mondom, hogy ma ezzel a szemeggel már többet filmeztem, mint a kamerával. Adj le! Úgyhogy ezt bezárjuk. Ott látod? Tisztára be... Dörög! Nem tudom, hogy hallod-e vagy nem hallod, de dörög. Meg az előbb villámlott is. Jaj te, csak jég ne legyen. Mi állítod? Mit találtál? Oda nézd, itt meg a DVD. Hallani, hogy ez a film volt itt. Nem volt. Most minden? Itt van. Most ott van. De már nagyon. Akkor van. Nagyon jó. Láttad ezt a filmet? Nem láttad ezt a filmet? Nem tudom, hogy ki látta ezt a filmet, vagy ki nem. Én még nem láttam, de azt mondták, hogy ez nem gyerekeknek való, pedig ilyen animált mese. Tudod, miről szól? Egy kolbászról, egy virsléről szól. Lucas, oda nézzél, traktor szimulátor. Nem, farm szimulátor. Ja. Amúgy többen kérdezték, mikor csinálunk újabb videót a csatornára, a játék csatornára. Valószínű, hogy majd januártól. Persze. Majd januártól, nem Lucas, folytatjuk tovább a játék csatornát. De jelenleg most nincsen sok időm. Ezt? Jó, majd meglátjuk, hát ezt nem hiszem. De ezt lehet, hogy tudjuk, hallod? Ezt mindig ki akartam próbálni. Játszottam az első részével, hallod? Ja, majd januárban kipróbáljuk. Ne, ez a három. Úgyhogy ez lesz az egyik játék. Ez lesz az egyik játék, amit kipróbálunk. Vagy a Star Wars, ja, vagy az. Meg a Forma 1-et. Ugyanis az öcsém azt mondta, hogy a Forma 1 az új része nagyon jó. Meg tudod, mit próbálunk ki? Ezt én. De te ezt nem próbálod ki, mert ez 18 év felettieknek való. Te... Minecraft. Ja, Minecraft. Azt kipróbáljuk. Na gyere, menjünk, mert elvesztettük a mamit. Hallod? Gyere gyorsan. Lukasz, neked is ilyen bicikli kellene, csak fiúba, nem lányba, nem? Mindjárt esik, azt összeburít mindent. Gyere, ott vannak a biciklik hátul. Vagy lehet, hogy egy ilyen bodyboardot kéne menni. Én azt hiszem, hogy idén karácsonyra mindenki biciklit akar venni. Oda néz, ott is biciklit próbálnak, sisakot próbálnak. Hol a Davisnek a mérete? Ja, a pattogatott labda. Scootert. Ja, scootert veszünk a Davisnek. Majd talán két év múlva. Nem, én tudom, hogy én ilyet kérek karácsonyra. Látod? Csak motorosat. Erre rálunk. Nincsen, van ez az elektromos. Hoppá. És ezzel lehet menni. Te, még ezzel is el tudnák látod hülyeskedni. Megyünk gyorsan. Nem megyünk gyorsan, kitörjük a nyakunkat vele. Ó, te! Ilyen deszkát még az életben nem álltam ilyen deszkát. Ilyen másikon álltam, ugye. Ezen régen szoktam, amikor gyerek voltam. Nem ilyenen, hol a másik? Ilyenen. Lucas, ez ilyen deszka. Én akarok állni. Azt annyira akkor hát esem, mint az olajtó. Ez nem neked volt. Tudod, miért nem neked való? Na itt van. De, neked való. 5 év feletti gyerekeknek, de ez ilyen hosszú deszka, akkor is. Szerintem neked ez a kisebb, ez való. Látod? Mondjuk nem, ez túl pici. Ez túl pici. Ez. Nem, ez is pici. Akkor a fel tudja. Az. Ez ugyanilyen pici. Ez picike, látod? Nézd meg. Ja. Na jó, gyere, szállj le róla, mert le fogsz róla esni, aztán szünetet meg a kórházba fogod tölteni. Jaj, te. Na, eltévedtünk, hol van a biciklik? Hol a mami meg a Davis? Na nézd, itt a bicikli a Davisnek. Látod, 3 az 1-be, $49. Yeah, 10-18, free plus. Látod, ott van, hogy hány évesnek való. Ez jó, tiszta, látod, 10 hónaposnak van jó, aki ez jó a Davisnek. What's the difference between all of these? Ez ugyanaz a bicikli, it's all the same. Basically, when he's ready to push on his own, he takes the handle off. Aztán meglátok a Davisnek a karácsonyi ajándékát. Remélem, hogy örülni fog neki, mint a színe nem tetszik. Van pirosban is, de az nem olyan. Mami bent van a boltban, várunk még, kifizetik az ajándékot, amit vettünk. Ugye, Nyuszi, mit vettünk? Már meglátom, mit hozom Mikulás. Hogy oda nézzél, látod? Karácsonyi üszek vannak már mindenhol. Ja, nézd a karácsonyfát, látod? Nyuszi, ezt a szép csillárt.
Mi? Ott vágják az embernek a semmiét. A körmét. Látod, a körmét vágják. Azt hiszem. Meg a lábát. Megmossák. Látod? Ja, szép nagy csillár, ugye? Szépen ki van díszítve. Ott a karácsonyfa. Aztán... Mami, hol van meg a lüköz? Jaj, te! Megfagy az hűtelni egyszer. Visszamegyünk, megnézzük, hol tartanak. Valahol biztos fizetnek. Ja, ott vannak bent. Mit mondasz? Ezt a fenyőfát? Ja, ott a kamera. Ezt a fenyőfát mondod? Ja, nézd, ez igazi fenyőfa, te! Ilyet kérünk a Mikulástól karácsonynak. $98. Ez a fenyőfa, 98. Látod, igazi? Megszagoljuk? Mi? Megszagoljuk? Mi van a smellet? Hm? Van a smellet? Oh! Ja, meg az is. De ezek túl picik, ezek sose fognak megnőni nagyra. Milyen szaga van? Büdös? Ott az ára. Picike $14, közepes $20, a nagyobb $38, a legnagyobb meg $98. De... Megmondom a feleségemnek, és az a baj, hogy nem akar ilyen fenyőfát. Na, mi történt? Nézd, ott állnak, valami nem jó. Ott reklamálnak, látod? De... Melyik ezt tetszik neked? Ja, és melyik az extra nagy? Az az extra nagy? Hát ott is olyan nagyon nagy te. Jaj, ez a fenyőfa. Pedig én nagyon szeretnék egy igazi fenyőt. Csak az a baj, hogy nagyon gyorsan leolik a levele. A nagy melegtől. Most miért rázod a fejedet, Missy? Miért rázod a fejedet? Befejeztük a bevásárlást. Nem is volt bevásárlás, csak nézelődés. Na, jön egy autó. Megvárjuk, ami itt vagyunk, még mindig a parkolóba. Amint elment ez az autó, legyünk kifelé. Az eső, én azt hiszem, hogy még nem mehet meg, Lukasz. De azt hiszem, hogy nem sokára ideér. Oda nézzél! Látod, ilyen sötét van? Olyan mondom, ott villámlott, 4 óra 39 perc van. És majdnem olyan, mintha este lenne, vagy mintha 7 óra lenne, vagy nem is tudom, vagy ha megeredne a hó, komolyan mondom. Amúgy nem tudom, hogy tudtál-e vagy nem, de nálunk élő fenyőfát nem nagyon lehet vásárolni, ugye úgy, mint mondjuk Magyarországon. Mindenkinek ilyen műfenyőfája van, és régen nekünk Magyarországon mindig ez az igazi fenyőfánk volt, és az egy, az hiányzik ugye így karácsonyról, az fenyőnek az illata, de itt nem lehet. Hogyha lehet is kapni, hogy láttátok ilyen pici fenyőfa, ami nem is ilyen fenyőfa, hanem ilyen, nem tudom, ilyen cseppfás fenyőfa, vagy nem tudom, ilyen fenyőfa, nem, Lukasz? De nem láttál még rendes fenyőfát, amit karácsonyra Magyarországon állítanak ilyen, az a karácsonyi fenyőfa, nem tudom, én szeretem, majd talán egyszer, majd hova elmegyük, aztán volna, onnét kivágunk egy fenyőfát, csak azt nem tudom, hogy hol, mert itt nálunk nem igen van. Na innen, amúgy, mint a csörögne az esed, onnét meg, mint a tisztulna, vagy arra megy ez a csúnya felhőt. Csak holnap ne este, ugyanis holnap megint filmezünk, reggel 8:30-kor kezdünk, és este 10 órakor fogjuk befejezni. Este! De úgyis csak ügyeskedtem. Nem ügyeskedtem, reggel 8:30-kor kezdjük, de nem este 10-kor fejezzük azért, mert... Mikor befejezzük? Nem, attól függ. Hogyha jó idő lesz, és mindent meg tudunk csinálni, amit akarunk tervezni holnap, vagy terveztünk, akkor nem olyan túl sokat. Egy ilyen fél napot, kicsit tovább, mint fél napot. Ma meglátjuk. Úgyhogy most tartunk a szüleimhez, és a Lukasz most oda megy, aztán meg megyünk haza. Davis nézi a tévét, szokás szerint haza se értünk, az volt az első, hogy távirányítól gyorsan, ez a kedvenc műsor, ez a Hey Dagi, rettentően szereti. Davis arra nem ásszál fel, mert el fog törni, hallod? Nyuszi! Az eső, képzeld el, megered, kint esik az eső, nagyon nem lehet amit látni, de tiszta felhő minden, ami remélem, hogy nagyon jó idő lesz holnap reggel, és nem fog esni, mert ugye megyünk filmezni még egy-két-három hétvége, és befejezzük a filmezést, ahogy mondtam ugye tegnap is. Nyuszi, mit csinálsz, te? Látod, megint mászik, mindig oda felül a tévé elé. És amúgy általában ilyenkor fogom, és oda teszem az ágyra, mert közelről nézni a tévét ugye nem. Legalábbis nekem mindig azt mondták, hogy közelről sose nézd a tévét, mert állandik a szemed, meg ilyen bandja leszel, na milyen? Úgyhogy ezt a videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. A sorsolás jövő héten lesz valószínű, hogy a szerdai videóban lesz a sorsolás, ugye azok közül, akik helyesen válaszoltak a tegnapi kérésre, ugye a nyereményjáték az a kérésre, ahogy néztem, legtöbben átláttátok a helyes megfejtést, egy-kettő nem találtátok el, de na, majd kiderül. Úgyhogy mára ennyit, sziasztok!